Sziasztok srácok, úgy döntöttem, hogy dokumentálni fogom nektek a dalba való felkészülésem, így gyakorlatilag egy videónaplót indítok, aminek folyamán meglátjátok azt, hogy hogyan is készül el az én produkcióm, hogy hogyan fogom én csinálni és hogyan építem fel. Nagyon izgalmas, mert hogy igazából az egész produkciót szinte egyedül építem fel, van némi segítségem, ami igazából sokszor hátráltat azért, de egyébként gyakorlatilag egyedül építem a produkciót, még a többi versenyzőnek igazából, hát mondhatni a legtöbb versenyzőnek, hát egy egész nagy stáb van mögöttük, mögöttem pedig csak ez a fal van, vagy az. Hello darkness my old friend. A dal 2017-nek a sajtótájékoztatója már megvolt jó ideje, csak most jutottam el odáig, hogy ezt elkezdjem dokumentálni, hogy hogyan is építem fel a produkciómat. Azóta már forgattunk ilyen kis filmeket, videókat a műsorhoz, illetve már elkezdtem énektanárhoz is járni, meg a produkciónak a több ilyen kisebb ilyen háttér animációját, illetve koreográfiáját kezdtük el csinálni, és hát ugye itt a Barbara mellettem most azért van itt, mert segít a koreográfiában így igazából eligazodni. Határidők nagyon rövidek, körülbelül 2 hete tudtam meg ezt az egészet, hogy bekerültem, illetve mindenki akkor tudta meg, és gyakorlatilag hát ilyen 1 hónap alatt kell egy produkciót felépíteni, és iszonyatosan parázom, hogy el fogom rontani, iszonyatosan parázok attól, hogy televíziós élő éneklés. Nem magától az élő énekléstől parázom, hanem attól, hogy ez egy televíziós, tehát itt konkrétan nem 500 embernek éneklek, hanem mondjuk 5 milliónak. Úgyhogy ez nagyon-nagyon durva lesz, mindenben még bele kell nyúlni rendesen, ilyen például az animáció, lesz egy akusztikus feldolgozásos versenye, minden évben van a dalnak, és akusztikus feldolgozást kell csinálni a saját dalomból, úgyhogy még azt is meg kell csinálni, este fogunk próbálni, majd jöttök velem, illetve hát tényleg a koreó az, ami még nagyon hiányos, a dalban is azért még dolgozgatni kell, tehát most a dalon dolgozgatni kell, szóval azért van munka bőven, úgyhogy remélem tetszeni fog a produkcióm, és remélem, hogy tényleg minden akadályt zökkenőmentesen tudunk átugorni, szóval nekem ez a téli szünet és az ünnepek abszolút a munkáról szólt, és fog is, de nem bánom, mert hát elértem az egyik álmomat, úgyhogy ja, pörgés-forgás, dolgozás. Egyébként benn magán a produkciós tervezésnél, produkció megbeszélésnél azt mondták, hogy próbáljak olyan ruhát, ami igazából olyan színpadi, olyan... Ilyen tüskés vállú, meg ilyenek? Például tüske, Adam Lambertnek vannak ilyen cuccai. Csak azért, hogy extrém legyen, és hogy olyan direkt színpadi legyen, olyat nem szeretnék. Szeretnék hű lenni önmagamhoz. És viszont, barog a kabátod a lánc. És viszont szerintem már összeraktam azt a ruhát, ami igazából szerintem oda tök jó lesz. És attól félek, hogy lehet, hogy a stylistnek ott nem fog tetszeni, de nekem viszont nagyon tetszik. Na minden esetre ezt ki kell dolgozni még bőven, tehát nem lehet csak így ötleteket dobálni a levegőbe, le is kell írni, viszont időm már nincsen, mert menni kell az akusztikus felvétel próbára. Na mindegy, az a lényeg, hogy megyünk egyet gitáros akusztikus próbálni. Yeah. Na csak sikerült ideérni a Dürer kertbe, bejöttünk akusztikus próbára. Na késéssel, de itt vagyunk, egészen pontosan Dürer kertbe, és bemutatom nektek Gergőt, aki segíteni fog majd az akusztikus feldolgozásban, a szerelem kellnek az akusztikus eléneklésében a dalba, mert van akusztikus feldolgozásos része is, úgyhogy azt majd jövő héten veszük föl, és majd hallani is fogjátok. Úgyhogy Gergő, ti, Gergő. Úgyhogy ezerrel dolgozás van rajta. Annyi álmom elveszett végül csak, de maradtam. De vissza nem, én nem megyek, ki tudja már mi volna jó. Nekem ezt a picit állatottam mindig. Na hát srácok, ez egy újabb nap, egy újabb kaland, ahogy szoktam mondani, és hát most eljöttem edzeni, és végeztem az edzéssel, fontos az edzés is, így felkészülni az élősóra. Most pedig indulok a Szabó Imre szalomba, és csinálunk valamit a hajammal, mert már egyébként nagyon hosszú, és néha-néha kezelhetetlen, és ezt egy kicsikét rendbe vágjuk, meglátjuk, hogy mi lesz belőle. És egyébként nagyon jó fellépő szerkót találtam, nem gondoltam, hogy változtatni fogok rajta, de igen, olyan fellépő ruhát találtam, ami igazából pont színpadra való, pont szabi,
is, és egyszerűen teljesen jó, nagyon illik hozzám, és nagyon menőn néz ki. Az animációs dolgokat lebeszéltem, hogyha tényleg úgy sikerül megvalósítani, ahogy én elképzeltem fejben, akkor az brutálisan jó lesz, gyerekek. Komolyan mondom, hogy nagyon szép ilyen dokumentumban leírtam azt, hogy mit hogyan képzelek el, stb. És igazából azt mondták, hogy jól leírtam, stb. Örülnek, tetszik nekik, úgyhogy nekem is fog tetszeni, hogyha megvalósul, és nagyon remélem, hogy megvalósul, mert ja, azért dolgozgatok ezen a dolgon rendesen. Ez az utolsó nap azzal, hogy foglalkozok idén ezzel a dologgal, utána egy picit pihizni szeretnék, de egyébként szerintem nem tudok, mert ez egy olyan dolog, hogy egyik pillanatról a másikra belecsöppenek a munkába, mert éppen akkor kell, úgyhogy még el kell küldenem a ruhámról a képet, még az animációt pontosítani kell, még a koreográfiát ki kell találni, a színpadon szereplőket össze kell hozni, illetve ha lesznek a szereplők, ugye még ez az, ami nagyon kérdéses, hogy ha lesz ki, és hogyan, és mit csinálnak, stb. Úgyhogy nagyon-nagyon kíváncsi leszek, hogy mi lesz ebből, de most prioritást élvez az, hogy az akusztikus feldolgozásra kell fókuszálni, és hát ugye azt kell tökéletesíteni, ugyanis az a felvétel hamarabb lesz, mint az élő show, és addig igazából tudok készülni az élő showra úgy, hogy készülök az akusztikus tuszra. Na mindegy, nem is bonyolítom tovább, menjünk a Szabó Imre szalomba, és vágjunk le egy kicsi hajat. 20 percig mentem körbe-körbe a környéken, hogy egy darab parkolóhelyet találjak, természetesen nem volt, és még a két nap között ingyenes a parkolás a városban, ezt tudni illik, és ilyenkor még Tatabányáról Józsi bácsi is följön, hogy a traktorjával beparkoljon olyan helyre, ami pont nekem kell, úgyhogy 5 megállóra vagyok, és át kell konkrétan, mit csinálnom, buszoznom. Na, nagyjából elérkeztem itt a környékre, de egyébként kürtölni is tudnak már a buszok. Lemaradtam egy picikét erről a tömegközlekedéses dologra egy ide. Közben megérkeztünk a Szabó Imre szalomba, úgyhogy hajvágás ezerre. Hello, uram! Császló! Na, én közben kiköszönök ebből a videónaplóból, ez volt az első videónaplója a dal 2017-nek. Remélem tetszett ez a videó, és látjátok, hogy ez nem egyszerű egyedül megszervezni egy ilyet, tehát abszolút nem egyszerű, úgyhogy picit még félek is attól, hogy mi lesz a vége. Ami biztos, hogy január közepén tudtok nézni engem az élő showban, és majd Facebookon tájékoztatlak titeket mindenről, szóval lájkoljátok be a Facebookos oldalon, mert ott biztosan ki lesz írva minden, és igazából nem tudtok lemaradni semmiről. Ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok, illetve nézzétek meg a többi videót a csatornán, és kövessétek ezt a videónaplót is, nem sokára jönni fog a második rész, amiben hát megismerkedhettek Nellyvel, az énektanárnőmmel, illetve hát már komolyabb próbák is lesznek, meg komolyabb felvételek, úgyhogy érdemes lesz majd követni. Sziasztok, srákok! Kazoo.